Most azt már mindenki tudja, hogy az ország tortája 2022-ben a Huncut Szilva herceg lett, és ellátogattunk ebbe a cukrászdába, nem messzire van Kecskeméttől Nagykörös, hogy a helyszínen mi is megkóstoljuk, hogy ez a Huncut Szilva mit is tartalmaz. Nagyon szép helyen van maga a cukrászda, megújult Nagykörös főtere, és itt látható a cukrászda. Igaz, hogy a pultról nem készíthettünk felvételeket, de háromfajta tortát kértünk így kóstolásra. Az első egy igazi Rákóczi túrós, itt van ugye a Huncut Szilva herceg a valóságban is. Jól néz ki. Ez egy igazi Rákóczi túrós, ez pedig egy tripla csokoládés torta szelet a kisfiunk kedvéért. Nagyon szép volt a torta, nagyon jó volt a kiszolgálás, nagyon klassz a környezet, egy kis árnyas kerthelyiség van, és lássuk, hogy ízlik Andrisnak a Huncut Szilva. Szerintem az arc kifejezése sok mindent elárul. Igen, ez jól sikerült igazándiból. Jól érezhető rajta ez az aszalt szilva, fahéj, különleges íz, kavalkád. És mivel Andris fiunk nagyon imbálja a csokoládét, egy tripla csokoládés torta szelet is azért a kóstolásra került, ami kicsit leesett, de szintén íz lett. Úgyhogy gratulálunk, ide érdemes ellátogatni.